Békirály Györgyi ékszereiről, a Meril divatárul és ékszerüzlet gondoskodik. Egészségmegőrzés, fiatalság, szépség. Műsorunk támogatója a Moksa Green és a Moksa Csepp forgalmazója, a Moksa Gyógyír ZRT. Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Köszöntöm nézőinket. Pontosan tudjuk, hogy elektromágneses környezetben élünk, hiszen a rádió, televíziós hírszórás, a wifi, a számítógépek, a mobiltelefon, a mikrohullámú sütő, hogy csak néhány dolgot soroljak fel, nagyon komoly elektroszmoggal vesz minket körbe. Mai adásunkban arról beszélgetünk, hogy mekkora egészségügyi kockázata van az elektroszmognak, illetve hogy van-e milyen lehetőség a kezünkben, hogy tudunk-e valamit tenni ellene. Vendégeim Molnár Marian, sugárzáskutató, és Tihanyi István orvos, mindkettőjükkel találkoztunk már itt az Egészségtér stúdiójában. István, az első kérdés neked szól. Láttunk egy kanadai dokumentumfilmet, azért mondom több beszámban, mert te hívtad fel a figyelmemet rá, egyébként a Duna Televízióban vetítették, ahol többek között arról volt szó, hogy orvosok mi mindent fedeztek fel a tekintetben, hogy milyen kifejezetten káros hatása van az elektroszmognak, illetve mondjuk egy 10 perces mobiltelefonnak. Az álmatlanságtól a depresszióig nagyon széles a skála, és attól tartok, hogy te még szélesebb skáláról tudsz beszélni. Sajnos elég széles ennek a skálája, és hát a mai elektroszmog az, ami minket körülvesz, az egyre nőni fog. Ez az elkerülhetetlen, hiszen a tudománynak ez egyik fontos vívmánya, minden napjainkhoz tartozik, és nem arról kell, hogy most hogy meneküljek az elektroszmogból, hanem okosan, hogy oldjam meg, hogy ne legyen rám káros, van rám mód. Egyébként egy magyar származású kanadai doktornő kutatja a legjobb a világot. Igen, egy egyetemi docens, igen, van, emlékszem rá. Aki, tehát nem, de ő foglalta össze így a világon szerte széjjel Németország, Svájc, Amerika, Egyesült Államok, tehát végzett kutatásokat, és hát kiderült, hogy nagyon káros hatással van a szervezetünkre. Például? Például daganatokat okoz, ugye a legrémesebb, amitől félünk, a daganatokat. A leukémiától... Bocsánat, ugye a WHO 2011-ben potenciálisan rákkeltőnek minősítette az elektroszmogot, ugye? Igen. Akkor egyre, én mint gyermekgyógyász, ugye látom, hogy egyre több a úgymond idegileg sérült gyerek, született gyerek. Tehát akár az ADHD-sek, vagy a autista gyerekek száma. Az autista gyerekek száma 2002 óta mérték, és az adatok arra utalnak, hogy megháromszorozódott. Nem 30%-kal, vagy 50%-kal, meg háromszorozódott. És ez is összefüggésben lehet az elektroszmoggal? Több kutató bizonyítja, hogy ezzel van összefüggésben. Vizsgálták az ilyen problémás gyerekeket és a szüleiket, és kiderült, hogy terhesség alatt az egészségesen szült csecsemőkhöz képes, ezek az anyukák, akik ilyen autista vagy ADHD-s gyerekeket szültek, ezek legalább 21-szeres volt az elektroszmog értéke a többiekhez képest, és hát nem is beszélve a mikrohullámú terheltség, ami szintén az egyik fajtája ennek az elektromos sugárzásnak, az pedig 48-szorosnak bizonyult. 48-szor, nagyon nagy érték. És ami nagyon érdekes még, hogy hát ugye egyre több az úgynevezett meddő férfi, a spermiumok száma. Ez is összefüggésben van az elektroszmoggal. Bizonyítottan. A spermiumok száma jelentősen csökken, hogyha a zsebünkbe hordjuk a telefonunkat. Legalább fél méteres távolságba kell hordani. Nincs a zsebedbe a telefonod? Nincs, én messze tartom. Vagy védelemmel. Így van. Beszélünk erről, igen. Van erre védelem is, mert ott is bizonyított, hogy ugye a medő férfiak száma
általában véve 100-ból 11. Azok között mérték a spermiumok, tehát a meddőséget, akik a zsebükbe hordják a telefont, ott ez a szám 100-ból szintén 48. Folytatjuk még az egészségügyi kockázatokat, de most megmutatnám pontosabban, Mariant kérem, hogy mutassa meg, mert te hoztál egy elég riasztó térképet magaddal. Igaz, hogy kicsibe, de azért... Igen, itt egyértelműsítve van, hogy Magyarország 90,1%-os pirosban van az elektroszmog terheltséget tekintve. Tehát nagyon-nagyon magas nincs. Ez azt jelenti, ez a 9,1%-os ezt akartam arány. Megkérdezni, hogy mondjuk a többi európai országhoz képest tudunk mondani, vagy tudjuk mondani, hogy ők például hova tartoznak? A civilizációban hasonló a terheltség, tehát ahol a digitalizáció, a robotosodási folyamatok folyamatosan emelkednek, és nagyon emelkednek, ott sajnos a terheltség az ilyen szinten, vagy hasonló szinten van minden országban. Ez az elektroszmog, amit elektroszmognak nevezünk a köznyelvben, ez egy nem ionizáló sugárzásfajta, elektromágneses tér a hivatalos neve, és láthatatlanul nem halljuk, nem tapintjuk a levegő elemet, tehát ugye az élet lételemeinek van három eleme, a napfény, a víz és a levegő, a sugárzások a levegőt terhelik meg, és ezzel az elektroszmoggal jó alaposan az utóbbi évtizedekben, de talán az utolsó évtizedekben nagyon drasztikusan megterheltük láthatatlan módon. És sajnos ennek az az óriási hátránya, hogy olyan teljesítménnyel és hatalmas frekvencia számokkal is, de nem is a frekvencia szám a lényeg, hanem hogy milyen teljesítménnyel szórjuk ezt a sugárzásfajtát, hogy már nem a termikus hatások a potenciális egészségi kockázatok, tehát például ez a termikus hatás azt jelenti, hogy bemelegedik a sejtszövet, hogyha sokat telefonálunk, hanem mivel ez minden pillanatban... Hát ez se hangzik már jól, mert ennek azért nyilván különböző élettani hatásai lehetnek. Igen, gyulladások, ezekből daganatok alakulhatnak ki, de sajnos nem csak ennyi már a hatása, hanem a teljesítmény miatt, az erő miatt ezek a sugárzások már áthatolnak rajtunk, és a sejtpotenciál és a sejtkommunikációs zavarok miatt sajnos a betegségek összes listáját a sejtszinten és a szervszinten történő energiaamortizáltság miatt kialakítják. Csak annyit szeretnék hozzáfogni, hogy orvosi műszerekkel, EEG-vel, tehát elektroencefalográfiával bizonyított, hogy befolyásolják ezek a hullámok, befolyásolják az agy sejtek közötti kommunikációt, tulajdonképpen az agy elektrohullámait, és ezért van a fáradtság, fejfájás, összpontosítási zavarok, tehát koncentrációképesség csökkenése, álmatlanság, és még rengeteg ilyen. Elég a telefont kivinni a hálószobából, már ezeknek a funkcióknak, vagy nem is funkciók, ezeknek a hatásoknak jelentős része csökken, mert a legjobban regenerálódik a szervezet pont az elektroszmog káros hatásai alól. Hoztam nektek egy augusztusi hírt, tehát ez azért nem is olyan régen volt. Az 5G tornyok környezetében gyakorlatilag elhullanak a méhek. Ezt örökítette meg és dokumentálta Kaliforniában egy férfi két átjátszó torony között Sierra Madre-ben, ahol elpusztult méhecskék tucatjait látni a földön. Ráadásul ezek a tornyok konkrétan még csak 4G tornyok, de már 5G kapacitással is lehetőséggel. Tehát ezzel ugye az ember nyilván nem azt akarja mondani, ezzel kezdted István a beszélgetésünket, hogy nyilván a civilizációnak megvan a maga fejlődési folyamata. És nyilván dolgokat a mai civilizált ember a 21. században használ. De azért ezeknek az egészségügyi kockázatával számolni kellene. Mondjuk az 5G-jével is. Igen, így van. Hát a 4G-re vonatkozóan csak a mi birtokunkban van 2000 oldalon vizsgálati anyagokkal igazolt egészségi kockázat,
És hát ugye itt, ahogy a doktor úr is kiemelte, ezek közül a legveszélyesebb, ugye, hogy 2B karcinogén keltő kategóriában van sorolva. Ez egyenrangú az azbeszt, az alkoholfogyasztás és a dohányzással megegyező kockázat. Elég rosszul hangzik. Ugye ezeket szabad akaratomból megválaszthatom, nem dohányzom, nem iszom, preventálom a daganat kialakulását, de magában a levegőben az első légvételünktől kezdve az utolsóig itt tartózkodunk. Tehát itt láthatatlanul ez mindenkit érintő óriási kockázat, és önmagában is rákkeltő az összes hiányos táplálkozás és az összes mozgásszegény életmódot beleértve, hogyha nem tudatosan élünk, akkor is önmagában kialakíthatja, és ki is alakítja sajnos a daganatok kialakulását. Ezt tapasztaljuk egyébként, amikor halmozottan jelentik be, hogy egy társasházban több ember mondjuk 2 éven belül azonosítják valamivel, vagy amióta a transformátort, házat alárakták, alájuk rakták a pincébe, vagy amikor magas feszültségű vezetéket 2-3-4-5 méterre építettek meg a házak vonalától, ezzel már ugye tisztában vagyunk, hogy ilyen helyre nem szívesen építkezünk, és nem megyünk lakni, hiszen halmozottan leukémiákat, daganatokat okoz. De igazából az elektroszmogot, mint jelenséget összességében kell vizsgálni, mert egyrészt vannak külső hatások, tehát amit kívülről kapunk, katonai átjátszók, híradástechnika, műholdas adásvétel, adótornyok, ugye, amelyek a házak tetején vannak, sőt el is vannak időnként bújtatva. Ezek a külső terhelések, amelyeket kintről kapnak meg, ez nem ismer falakat, ez bejön a falakon, a falak nem árnyékolják le ezeket a sugárzásokat, és belülről is gerjesztünk a robotosodás, a digitalizációs folyamatokkal, ugye nézzük meg a háztartási gépek számát, a wifi-ket. Hát bocsáss meg, Maria, nem csak hogy falakat nem ismer, az előző beszélgetésben hangzott el éppen, hogy olyan simán átmegy a bélfalán és a bélrendszeren, és kilukasztja, hogy ihajcsuhaj. Igen, ezek a hihetetlenül nagy teljesítménnyel jelenlévő sugárzások, ezek nagyon-nagyon nagy én azt szoktam mondani, irtatlan sebességgel áthatolnak rajtunk, és óriási erővel dolgoznak. Egyébként a napjainkban nem az élethelyzetek az igazi stressz hatások és azoknak a megoldása, párkapcsolat, munkahelyi kapcsolat, stb. Az hanem, se semmi azért, az se tegyük semmi, hozzá. Igen, az élet is mindig adott stressz helyzeteket. De a mai korban, a mai kor emberének, amikor az elektroszmog ilyen nagyságrendben van jelen, a legnagyobb kockázat az, hogy ez az egyik legnagyobb trauma, a legnagyobb stressz hatás. Igen, ez tényleg így van, tehát az elektroszmogtól pont mert nem, azért, mert nem tudjuk érzékelni, nem érzékeljük, nem is veszük tudomásul, csak azt veszük észre, hogy fáradtabbak vagyunk, egyre enerváltabbak, egyre rosszabbul alszunk, stb. Idegesek, stb. A végén pedig már a vérképünk is megváltozik, hogy hát ezek a sugarak a sejtek közötti kommunikációt is gátolják, károsítják, és hát ezek szerint a szervezet önszabályzását, a homeosztázist is felborítják. Na most mit lehet csinálni? Szabaduljunk ki valahova a dzsungelbe, ott éljünk, zárjuk el magunkat a civilizációs világtól és a vívmányaitól, szerintem ez badarság. Mert hogy van egy jó hírünk, ugye, hogy ezeket az egészségügyi kockázatokat, ha nem is lehet teljesen eliminálni, de azért jelentős százalékát el lehet tüntetni, és ugye a Marianék cége ebben tett le nagyon sokat az asztalra, szóval mi ennek a védekezésnek a lényege, és mondjuk az elektroszmog hány százalékát tudjátok ti közömbösíteni? A védekezésnek az a lényege, és az egész jelenségnek az a lényege, hogy menjünk vissza az ősi természet energiáiba, tudományosan sugárzásaiba. Tehát amíg nem fogunk visszamenni abba a sugárzásba, amikor még mezitláb járkáltunk a Földön, abba az energiákba, abba a sugárzási opcióba, amikor még nem volt áram, addig nem fog működni a szervezet öngyógyító képessége. Ahhoz egy másik bolygó kellene, Mariam. Azért azt elmondanám, hogy a cégünk napi szinten ezzel foglalkozik, hogy méréseket követően
van egy a világ minden részén, minden földrészen végleges szabadalmi oltalommal ellátott technológiánk, azt a épületvédelemnek nevezzük, épület sugárzásvédelmi technológiának. Szabad ne felejtsd, mert akkor ez ugye azt jelenti, hogy mondjuk nem csak a telefonnál tudsz segíteni, ahogy az előbb István mondta, hogy egy férfi ember ne hordja a zsebébe, vagy ha a zsebébe hordja, akkor használjon valamilyen eszközt, amivel technikák, védekezni tud. Tehát akkor nem csak mondjuk a telefon, a számítógép, az autóban lehet védekezni, hanem az egész épületnél meg lehet oldani. Így van. Abban az esetben, hogyha mérést követően, miután diagnosztizáltuk az adott épületnek a sugárzási viszonyait. Na, ezt hogy csináljátok? Mert erre azért kíváncsi lennék, mert azt, hogy egy orvos hogyan vizsgál, és mondjuk a hallgatójával, vagy a képalkotó diagnosztikával, vagy sok minden más segít, az ujjaival, tehát hogy hogyan... De már ott kellene, hogy legyen az orvos kezében is egy ilyen műszer. Ezt most komolyan mondod? Komolyan. Tehát ez tulajdonképpen... Várjál, ezt most azért mondod, mert most arra gondolom, hogy az orvos reggeltől estig mondjuk a rendelőjébe ott ül a számítógép mellett, vagy... Az üzemorvosnak például. Mérnie kellene. Tehát erre már tulajdonképpen törvényileg úgymond fel is van jogosítva, és meg is kellene, igen, hogy a helyekben, irodákban, stb. Mindenütt mérje meg az elektroszmogot, a szennyezettséget. Mert ezek szerint ez mérhető. Ez mérhető. Így van. Mivel méritek, Mariam? Ezt amerikai akkreditált mérőműszerparkokkal rendelkezünk. Ezek a mérőműszerparkok jelen pillanatban a világon a legfejlettebbek, tehát ettől fejlettebbet nem lehet kapni. Tulajdonképpen minden sugárzás fajtát a tudományosan ismert és elismert átósugárzások vonatkozásában tudunk vele mérni. Az elektroszmog összes paraméterét, elektromos tér, mágneses tér, nagyfrekvenciás teljesítménycsűrűség, mérünk radioaktív terhelést és a geokozmikus patogén torzulások erősségi fokát, hatótávolságát. Ez mit jelent ez a geofizikus patogén? Ez a geokozmikus patogén torzulások, ez a köznyelben így ismerik az emberek, hogy vízérsugárzás, hartan kereszteződés. Igen. Ezeknek a magnetikus terei erősségi foka, ezt igen ugye a radiesztéta emberek pálcával, ingával mérték, a Bibliában is le van írva, hogy a templomok építkezési helyét szalmaszállal, ez volt a pálca kimérték. Mi ezeket nem szubjektív módszerekkel, nem radiesztéti módszerekkel, hanem akkreditált mérőműszerparkkal, semmit nem írunk kézzel, hanem mindent a mérőműszerpark betárol és megméri. És én azt szoktam mondani, igen, hogy a mai korban egy magára igényes ember, aki saját magáért felelős, ez nagyon fontos, hogy magunkért felelősek legyünk, mert ha én nem vagyok magamért felelős, akkor nem tudok felelős lenni, mert nem vagyok eléggé energikus, fiatalos, fit és egészséges a családomért sem. Tehát a mai korban a felelősség a gyerekeinkért, az unokáinkért, a családunkért, az igenis a levegő elemet tekintve kezdődjön ott, hogy legalább legyek tisztában azzal, hogy milyen sugárzásokban alszom, alszik a gyerekem, milyen sugárzásokban tartózkodom az íróasztalomnál, főzök. Hosszú távon ennek milyen hatása lehet, hogy én ebben tartózkodom állandóan? Hát hosszú távon, ahogyan elmondtuk, a gyulladások, igen, az alvászavarok, hát sugárzásilag terhelt érettérben, hogyha még ott van egy vízérés, egy hartman kereszteződés, egy viszonylag közepes vagy erős erősségi fokban, magas erősségi fokban, az elektroszmogot van, ne adj Isten, még radioaktív vagy radongóc is van, mert kohós alak van az ajzatban vagy a födémben, vagy olyan építőanyagok vannak beépítve, amelyet radon terhelt talajból bányázták ki, és a radon az radioaktív tartalmú nemes gáz, és beépítik az építőanyagot a házba, és nem tudnak róla az emberek, hogy a márvány, a tégla, még a fa is onthatja magából a radioaktivitást, nincsenek tisztában az emberek, hogy melyik adótoronyból milyen nagyfrekvenciás teljesítménycsűrűség éri, nincsenek tisztában azzal, hogy a villamos vezeték a falban árnyékolatlanul van betéve, a
házak, az épületek 80-90%-ában árnyékolatlanul vannak a villamos vezetékek. Egyrészt szakmai hiányosságok is vannak a műszaki szakemberek részéről, tájékozatlanság van. És akkor ez ettől állandóan sugároz, hogyha árnyékolás ez az elektromos teret emeli föl, és az, hogyha az ágyunk, ugye majdnem mindenkinek az ágya a fal mellett van, akkor ugye nyilván az elektromos tér az hihetetlenül éri pontosan a központ hidegrendszert, pontosan akkor, amikor vízszintes helyzetben az alvás minőségnek kellene tökéletesnek lennie. De hogy ne menjünk túl messzire, az energiatakarékos izzók, pláne társasházakban, ahol összeadódik, mert akinek a plafonban van a következő emelet, gyereke mondjuk azon mászik, sugárzásilag az energiatakarékos izzók nem túl jók. Mióta hallottam tőled, én már nem veszek energiatakarékos izzót. Hát nem térhetünk vissza a wolfram izzókhoz, hát mert ugye egy, hogy nem is lehet kapni, meg kettő, hát az energiatakarékosságnak is megvan a helye. Igen. Viszont foglalkozunk okosan a civilizáció egyébként mindenféle vívmányaival, és ne hagyjuk, hogy ezek károsítsanak minket, ezért szerezzünk be olyan védőszereket, hogyha vannak már ilyenek, amik kiszűrik ezt a sugárzást, lecsökkentik arra a szintre, ami nem káros a szervezetünkre. És akkor tudjuk okosan használni és vidáman mindazt, amit a civilizáció nyújt. Na most ugye a mérőműszerekről beszéltünk meg, arról is, hogy lehet és kell is mérni azt a sugárzást, ami minket körülvesz, ha felelősen gondolkodunk. Szükséges. Hát kell, én azt mondtam, hogy kell. Igen, az mondjuk másik oldalról ugyanaz, hogy szükséges. A lényeg az, hogy ez ugye az első fázis ennek a történetnek, de a második az, hogy miután ti megméritek, és tudjátok, hogy ez magas, és nagyon magas, és káros egészségügyi szempontból, akkor nyilván bejön az, hogy na most akkor védekezzünk. Mivel, hogyan? Ez a Space Harmony épületvédelme, amelyet konkrétan egy magyar feltaláló 25 éven keresztül folyamatosan kutatott és fejlesztett, itt pontosabban a férjemről van szó. A természet adta akkreditált laborban, ahol nullás tér volt, ez egy barlangrendszer, ahol képes volt kutatást fejleszteni, és ilyen színvonalas, működő technológiákat megalkotni. Tehát amikor diagnosztizáltunk egy családi házat, egy irodaházat, egy közintézményt, egy iskolát, egy óvodát. Körülbelül 150 oldal a mérési dokumentáció minden sugárzás vonatkozásában a mérési pontoknak. Tehát nem úgy van, hogy leírtok két nem. értéket. Körülbelül 150 oldal, azonnal átadjuk pendrive-on az ügyfélnek, a megrendelőnek a mérési pontokat, amely ugye akkreditált, még egyszer hangsúlyozom, akkreditált mérési mérőműszerekkel történik, majd ezt követően akár egy 20-30 négyzetméteres szobát is meg tudunk oldani ezzel az épületvédelmi technológiával, vagy meg tudunk oldani Marian, egy családi házat. Nem vertek szét semmit, tehát nem úgy kell elképzelnem, hogy most itt nagy csövek, meg nem tudom mit, jobbról tekeredik, balra tekeredik, nem? Nem. Fúrás, faragás nélkül, azt szoktam mondani, zokniba mennek be a mérnökeink, meg zokniba jönnek ki. Egy családi ház betelepítése körülbelül 3-4-5 óra hossza, ugyanis úgy történik ez a technológia, ez egy rendszer, egy hármas elemből álló rendszer, a világ minden részéről, ahogy említettem, le van védve, egészségügyi tanúsítványokkal rendelkezik. Ez úgy működik, hogy egy csőrezonátor segítségével begyűjtjük, de csak a tudományosan ismert és elismert átolsugárzások frekvenciáin és teljesítményein dolgozik. A csőrezonancia egy önálló tudományág. Ez áramforrás nélkül az egy másodperc töredéke alatt folyamatosan az adott térből, ahová elhelyezzük, az átolsugárzásokat folyamatosan kumulálja, gyűjti. Majd ezt követően rá tudunk csatlakozni a központi gépészeti egységen keresztül a vízrendszerekre. Ez lehet falba, padlófűtés, mennyezetfűtés esetében, vagy ha ez nincs meg, erre lehetőség, akkor elhelyezünk nyitott alakban egy nanotechnológiás rezgőkörrendszert, amit összekapcsolunk a rezonátorrendszerrel. Tehát gyűjtünk és vezetünk, majd elvezetjük egy úgynevezett irányítóegységbe, ahol a begyűjtött folyamatosan az egy másodperc töredéke alatt begyűjtött átolsugárzásokat, és ebbe az elektroszok mellett a radioaktív dózis is benne van, az egy órai dózis tízszereséig tudjuk kezelni ezeket a sugárzásokat is, elvezetjük egy irányítóegységhez, ez átalakítja feszültségé, a feszültséget jelen pillanatban null potenciálon keresztül földeljük, és átalakítja
természetközeli állapotnak megfelelő frekvenciákká, rezgésekké, amit visszadobunk a irányítóegységnek, az irányítóegységen keresztül a rezgőkör, vagy a vízen keresztül a rezonátorrendszernek. Szóval szumma szumárom lehet, hogy így bonyolultnak tűnik. Erősen, de ezt akartam mondani, az már nem káros a végeredmény. A végeredmény az, hogy bármilyen épület, akármilyen nagyságrendben kap egy láthatatlan aurát, egy gömböt, egy búrát, ahol, hogyha utána mérünk 3 hét múlva, ez a mérési protokollunk, mert 3 hét alatt tökéletesen leviszi a sugárzási paramétereket, akkor minden sugárzási paraméter, amelyik magas volt, esetleg most mondok egy példát, mi az SBM 2008 és 2015 nemzetközi épületbiológiai szabvány szerint van, Marian, határozzuk meg a határértékeket, ahol az egészségügyi határérték van. Ez alatt kell lenni, hogy természetközeli állapotban legyünk. Minden sugárzási paraméter lekerül egy zöld sávba, egy nagyon minimális sávba. Tehát a pirosból lemegy. Így van. Itt 20 négyzetméter, 20 mikrowatt per négyzetmétert említenénk meg, ami a nagy frekvenciás teljesítménysűrűség vonatkozásában határérték. Nagyon sok helyen 1-1,5 milliót, de biztos, hogy több százezret és több ezret mérünk, és mi azt vállaljuk, hogy minden sugárzást leviszünk a szabvány szerinti határérték alá, vagyis létrehozunk egy sugárzásilag drasztikusan csökkentett, természetközeli állapotnak megfelelő sugárzási opciót, ahol lehet aludni minőségben, mélyen, lehet feltöltődni éjszaka, lehet dolgozni, koncentrálni, figyelni, memorizálni, összpontosítani, megerősödik az immunrendszer, a központi idegrendszer, és a szervezet saját maga képes preventálni. Nagyon érdekes volt, amit elmondtál, én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, az nyilvánvaló, hogy az ember a 21. században nem fog tudni kilépni a bőréből, meg abból a térből sem, ahol él és ahol lakik, de odafigyelni, oda tud a környezetére, és ahogyan hallottuk, tud védekezni az elektroszmog ellen. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek köszönöm, hogyha velünk tartottak, viszontlátásra. Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Békirály Györgyi ékszereiről a Merrill divatárú és ékszerüzlet gondoskodik. Egészségmegőrzés, fiatalság, szépség. Műsorunk támogatója a Moksa Green és a Moksa Csepp forgalmazója, a Moksa Gyógyír ZRT.